A megalapozott gyanú szerint a férfi szajol úgynevezett sárnyaki részén egy körbekerített udvarra bement, majd a melléképületbe bejutva egy 50 ezer forint értékű horgászferszerelés tulajdonított el. Ez követően egy szintén szárnyaki, zárt kerti ingatlanba igyekezett bejutni, melynek során a felépítmény ajtaját megrongálta, levágta az elektromos berendezésekről a vezetékeket és két doboz sörrel a hóna alatt távozott. A 20 ezer forint körüli lopás érték mellett rongálással mintegy 300 ezer forintos kárt okozott a tulajdonosnak. Bejelentést követően a rendőrök munkáját a beszerzett kamerafelvételek segítették, amelyek értékelését követően gyorsan a feltételezett elkövető nyomába eredtek. A fiatalt két rendbeli lopásvédség elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A terhelt beismerővallomást tett. A férfi ellen betöréses lopás kísérlet elkövetése miatt nyomoz a török Szent Miklósi rendőrkapitánság is. Ezt a bűncselekményt Tiszapispöki Sárnyaki részén 2023 márciusában követte el a fiatal ember.